Start. Start, elindult a nap harmadik futama. Kentish Boy Handicap, ez tehát itt a Kincsen Parkban. Ellány kezdett egy picit óvatosabban, viszont a többiek egészen jól jöttek el, és elmegy majd vezetni Magic Bucks. Magic Bucks mellett pedig benne a falon Antonia Sim. Ővé lesz végül is a fal. Antonia Sim megőrizte a falat. Cam Basie, AT pedig a második pozícióban, ott a második kettesokat külső tagjaként. Ellány ifja veressel nem kezdett gyorsan, de falon maradt, megtartotta a helyét. Az ötödik pozícióban halad Dulcinea del Toboso, pedig egy óvatosabb startot követően most már megkezdi a zárkózást. Desmin Ladyvel egyetemben, Durcás Lányka is a mezőny második felében. Nem túlságosan gyors a tempó, és remekül együtt a vezető ötös, és nagyon komoly lehetőség van arra a hátsó hármasnak, hogy zárkózzanak. Mintegy 1300 méter van hátra a versenyből, és Antonia Szvém továbbra is Weber Zsolttal vezet, mögötte két kettesokat, és szépen lassan csatlakoznak a többiek is. Nagyjából 1100 méter van még hátra a futamból, diktálja a tempót Antonia Sim, támadást egyelőre nem nagyon kap, bár azért Magic Back szép lassan próbálkozik azzal, hogy felmenjen mellé. Always Winner fogadók egyik kedvence, szoros harmadik bent a falon, egy másik favorit jön kívülről, Can Basie, AT, Erlán is jól tartja magát, lassaskán Durcás Lányka, illetve Desmi Lady is megkapja a csatlakozást, egy páros hátányban voltak ők korábban a fronttal szemben, Durcás Lányka viszont most galoppozik, Durcás Lányka ki fog szállni a versenyből. Toboso az, aki egyelőre a sereghajtó, de szép lassan talán ő is meg tud majd indulni. Akkor, amikor megérkezik az eredményjelző magasságához a mező, hogy Antonia Sim növelni tudja az előnyet, illetve hát Magic Bucks az, aki egyértelműen kezd fáradni, úgyhogy ezáltal Always Winnernek lesz nagyon-nagyon kellemes és kedvező a helyzete, ki tud majd jönni talán a falról a vezető mögül, kívülről pedig Can Basie AT is begyújtja a rakétákat. Egészen jól futnak a favoritok, talán Desmi Lady van nehezebb helyzetben, akkor, amikor jön az utolsó 400 méter, vezet még mindig Antonia Sim. Antonia Sim az éle mögötte, Can Basie, AT színei tűnnek föl, Always Winner is remekül tartja magát, ők hárman egyenlőre elől, Dulcinea del Toboso is szépen zárkozik, Erlány pedig folyamatosan ott a falon próbál följebb jönni. Megérkezünk a befutó egyenesre Antonia Sim vezetésével, Can Basie, AT azonban frissebbnek tűnik, és ha ki tud jönni a falról, Always Winner, ő is komoly ellenfél lehet mindenkinek, Dulcinea del Toboso pedig egészen kívül, kérdés, hogy az utolsó 100 méteren följebb tud-e jönni, Can Basie, AT azonban egyelőre magabiztosabb, és Can Basie AT fog győzni. Can Basie AT azért magabiztosan nyer egy hosszal, Dulcinea del Toboso mögötte a második, és Always Winner Dénes Ákossal megérkezik a harmadik helyre. A favoritok nagyszerűen mozogtak a nap harmadik futamában.